Hölgyeim és uraim, Oroszlán Szonya! Rugós? Igen. Kicsit féltem a deszkákon. Mert hogy olyan rések vannak, igen. És de úgy látom, hogy nincs olyan nagyon tű. Nem, sarkad. Csak hogy szóltál, hogy vigyázzak, ezért nagyon féltem. Akartam előtt valami okosat mondani, és gondoltam, hogy az mindig bejön, ha egy férfi, egy nőnek olyan kicsit mogorva hangon azt mondja, hogy majd vigyázzál, jó? De ezek szerint nem sikerült, mert tudsz te már deszkákon menni. Olvastam egy olyat, hogy te Berlinben felfedezésre kerültél. Ez mit jelent pontosan? Mert ez nagyon ígéretesnek hangzik. Igen, ez egy jól hangzik. Ez az 53. berlini filmfesztivál része. Az a lényeg, hogy fiatalokat megpróbálnak bemutatni a nemzetközi sajtónak, producereknek, menedzsereknek, így a világnak. Fotósok, menedzserek. Ugye az ember megpróbálja eladni magát. Úgyhogy azon rögtünk a lányokkal tényleg, hogy ezt hogy lehet három napon keresztül bírni. Szóval este muszáj egy kicsit úgy megmasszírozni ezt, ez így marad. És milyen eredménnyel sikerült? Az arcom eredménnyel? Az arcodat mondod? Látom, hogy azt jól kontrollálod. Igen. De az eladás, mert azért Berlin az már egy komoly, az egy nagyon komoly. Eleve az egész egy nagyon nagy dolog volt, én csak akkor döbbentem rá, amikor kint voltam, ugyanis a második nap estén volt egy díjkiosztó, ahol mindannyian kaptunk egy üstökös díjat, amit Dennis Hopper adott át személyesen hoppá nekünk. Hoppá. Igen, kapcsoljuk meg Dennis. És olyan furcsa helyzet, hogy bocsánat, az ember... Bocsánat, Dennis is így csinált közben? Igen. Gratulálok. És ő gratulált nekem, ez egy kicsit olyan furcsa érzés volt. Mikor lehet ezt várni, hogy ebből valami lesz? Ilyen hülye kérdés. Hát ez hülye kérdés, mert ezt én nem tudom megválaszolni. Nem tudom, ez maga a rendezvény, ez februárban volt. Azóta folynak levelezések, aztán, hogy abból mi lesz, ez lesz belőle. Nem tudom. Értem, most megértettem. És akkor meglátjuk. Úgy. Hogy audiovizuális. Szerinted van különbség filmszínész és színházi színész között a mesterségbeli oldaláról tekintve? Szerintem nincsen. Annyi különbség van, hogy ha az ember egy, mondjuk a Víg Színház, ahova 1200 néző fér be esténként ott játszik, akkor így játszunk, hogy te nekem elmondod azt, hogy ugye a kakasülön is az ember lássa. Ugye? Na, haladunk, jó? A filmnél pedig annyi is elég egy közelinél, hogy az ember csak gondoljon valamire, és ez kiül az arcra. És te melyikre készültél annak idején? Készültél te egyáltalán valamelyikre, vagy ez csak úgy jött neked? Se készültem. Hát akkor ahhoz képest eléggé az lettél. Én felvételiztem a színművészetire csak úgy, kíváncsiságból. Jó, hozzáteszem, hogy előtte énekesként működtem közre egy zenekarban, tehát azért valamennyi színpadi múltam volt. És bocsánat, itt már tetten érhető, mert csak úgy kíváncsiságból a miskolci aerodinamika szakra is jelentkezhettél volna, de te azért véletlenül éppen... Honnan tudtad? Hát utána jártunk a dolognak, de te azért véletlenül éppen. Szóval egy zenekar, amiben már előadó művészet és már azt a márkont, igen, az hogy már a közönség benne ezt volt, megérezted. Hogy közönség, és indult egy musical osztály, ahol ugye gondoltam, hogy akkor biztos számít az ének. Szóval és énekelni is kellett ott? Azzal nem volt gond, igen, azzal mit kezdtem. Mit énekeltél? Szépség és szörnyetekből, azt hiszem, meg énekeltem Hert. Isten, ha én tudnék, lenne repel, Hert énekeltél? Énekeltem egy Hertben. Mi van, várjál, mi van a Hertben, ami annyira szeretnék itt valamit kicsikarni belőled, hogy mi belőlem, van a Hertben. De már nem tudom a Hert. Én soha nem Hert is tudtam, úgyhogy ne izguljál. Angolul énekelted? Vagy magyarul? Annak van magyar változata? Volt egy magyar, de nagyon rossz azt magyarul énekelni sajnos. A Hertben ilyen ilyesmik voltak, nem folyamatosan, hogy... Ez nagyon hamis, ezt félreteszem. A Hertben ilyen nem volt, előveszem ezt. Emlékszem egy olyan részre, hogy... White boys are so pretty. Chocolate flavor in my heart. Valami ilyesmi. Igen, igen, igen. Láttam, hogy a
hatodik sorba beletapsolnak. Ugye? Köszönjük. És azt a részt szerettem a legjobban, amikor lehetek türüp-türüp. Türüp-türüp-türüp-türüp-türüp-türüp-türüp. Róla tudjuk azt, hogy boxolsz. De hogy van ez? Hogy, mitől boxol egy nő? Mennyire boxolsz te? És kérlek, ne üss meg, ha nagyon jól boxolsz. Hogy kezdtél boxolni? Azért választottam ezt, mert nem voltak elég kemények az aerobik edzések, és nem szerettem állni csoportosan. Ugye, és akkor olyan rosszul éreztem magam mindig, hogy bementem, és akkor ott áll csupa szép lány, felöltözve, készen aerobik órára, és akkor ott aerobikozunk együtt, az nem volt az én világom. Nekem az izzadós, lihegős, gyötrelmes sport az, ami engem kielégít. Ifára pakolni ilyen dobozokat, azt próbáltad már? Utás közben, oda-vissza. Én voltam csomagoló munkás, és az is nagyon ilyen lihegős, izzadós dolog. Az, te is azt szereted? Én is azt szeretem, nagyon rövid ideig. Rendkívül rövid, 15-20 másodperc. Nekem az elég úgy évekre. Szóval... Van. Az a jó benne egyébként, hogy ettől az ugrálástól, ettől az ember elfárad, de hogyha közben arra figyel, hogy hova kell ütni és honnan jönnek ütések, amit ugye ki kell védeni, akkor elfelejted azt, hogy közben ugrálsz, és nem veszed észre, hogy három menetet végig ugráltál, és folyik rólad a víz, úgyhogy nagyon jó. Te valahol most tulajdonképpen ezt most értettem meg. Te valahol a vérfarkas harcról beszélsz tulajdonképpen. Tehát te most azt mondtad el, kedvesen, és közben most így fel is húztad mosolyra a szádat, de valójában azt mondtad el, hogy te elveszted az agyadat olyankor, és csak az van, hogy védeni vagy pusztítani. Vagy én most ezt nagyon, nagyon kisarkítom? Tehát agresszív nő vagyok, ide lyukadtunk. Nem, hát biztos a minden emberben meglévő agressziót te számomra nagyon szimpatikus módon így felszínre hozol. Van, aki futással vezeti le. Üthetnél szíjjal is gyerekeket. Ugye? Például. Ez még mindig jobb. Jó. Nem, de levezeti a feszültséget egyébként. De nem, tehát nem agresszió, tehát nem ott áll az edzőm, és nem az van bennem, hogy most szétütlek, hanem azért sport van benne, szóval tényleg az izmok, meg az egész munka, meg a kondíció. Kontrollált agresszió, nevezzük így, jó? Akkor kontrolláltan agresszív nő vagyok. Nem akartam én a személyiségedre. nem, csak mindig ez az első kérdés, hogyha ugye a box, hogy úgy megijednek az embertől, hogy akkor biztos agresszív. De nem hiszem, hogy ez összefüggne. Engem inkább azok a dolgok érdekelnek, de tényleg ez már szinte hülyeség, csak egyszerűen valakinek ezt is meg kell kérdezni, hogy nem félsz attól, hogy mondjuk az egy boxkesztyűvel is meg lehet ütni úgy egy arcot, hogy akkor azon keletkezik egy olyan zúzódás, hogy akkor egy holnapi előadásod ettől tönkre megy, vagy ennyire azért nem kemény a helyzet? Hát mondtam az edzőnek, hogyha ilyen van, akkor neki kell játszani az előadást. Úgyhogy nem üt meg. Most melyik előadásról van szó egyébként most éppen? Hát most éppen 6 előadásról van szó, ami éppen 6 előadás. Folyik, igen. Úgyhogy esetleg lehet hamupipőke, gonosz nővére, vagy az egy csókés mesélni. Nem mehetsz hozzá, én fogok hozzá menni. Szétüti a hamupipőkét. Ha neked, ha most lenne lehetőséged arra, hogy neked valaki írjon egy dalt, csak úgy neked, akkor te miért kérnél? Próbáljuk most ezt megcsinálni. Nem lesz belőle úgy se semmi, mert 30 másodpercig fogom tudni követni az instrukcióidat, de mi milyen irányba indulnánk el? Lírai, szerelmes, elgondolkodós, távolban nézős, esőben menős, szakszofonos francia film? Esőben menős, szakszofonos francia. Mondjuk legyen úgy, hogy keresem a szemed, de te nem vagy itt. Belenéznék egyszer egy kicsit, de te messze vagy, üresek az esték. De messze van, üresen az esti. És akkor lehet menni tovább, mert keresem a kezed. Na most! Hangmagasság megfelelő? Ez rendben lesz. Oké, keresem a kezed, keresem a valamid, tehát mondom a képletet, keresem a valamid, de te nem vagy itt, bele valamiznék egy kicsit. De te messze vagy, üresek az esték, de te messze vagy, üresek az esték. Te kapod ezt a szólamot, hogy kell. Jó, én meg megyek mondjuk. Majd átverem. Keresem a szemed, de te nem vagy. Belenéz
még egyszer keresem a... Lehet mondani is van, karád is van, az is benne van. Keresem a lábad. És megtaláltam, ez még talán rímelhet is. Köszönöm szépen, Oroszlán Szonya! Köszönöm szépen, azonnal következik a Neo együttes.